Oké, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt előadhatok és beszéltek erről a témáról. Az energetikát én borzasztó fontos területnek gondolom. Most már többek között a körforgásos gazdaság miatt is. Most már van ESG törvényünk, már elég komolyan nyomás alá vannak helyezve a cégek, energiakereskedők, végső felhasználók annak érdekében, hogy valamekkora fajta takarékossággal kezeljék az energiafordozókat. És szeretnék is rátérni arra, hogy is alakult az én életemben az energetika. Hát onnan indultunk, hogy olyan olcsó volt az energia, hogyha én ezt a kérdést elmentem egy helyre, és megpróbáltam az asztalra tenni, akkor úgy röhögtek, hogy kijöttem a cégtől, és még a kerítésen kívül is hallottam, hogy nevetnek. Utána azért voltak olyan pillanatok, amikor nem voltak ilyen vidámak, de mindesetre, amikor elkezdett az energiaár emelkedni, akkor én úgy hívnám, hogy békaeffektus volt, ült mindenki a folyamatosan melegedő vízben, és hát még nem olyan forró. És akkor utána jött az effektus 2022-ben, többek között a háborús hatások miatt is, hogy mind meghalunk, tehát teljesen felesleges ebben a témával foglalkozni. Utána érkeztünk odáig, amikor pedig a termelési problémák miatt mindenki tulajdonképpen annyit termelt, amennyit tudott vagy akart, hogy úgyis beépítettem az árakba, még kell nekem foglalkozni. Közben egyébként történt egy-két dolog, itt alul ezt próbáltam érzékeltetni, egyrészt volt egy kormány törekvés, az úgynevezett almérősítésre, tehát az 50 kW fölötti berendezéseket berendezés szinten kell mérni, és ezeket az adatokat elméletileg a energetikai szakreferens használja fel, lejelenti a Magyar Energiahivatalnak. Olyan nagyon még nem tudjuk, hogy ezeket az adatokat egyébként mire használja az Energiahivatal. Minden esetre Európai Uniós közös törekvés 20-30 meg 20-50, azt hiszem 20-30-ra kell elérnünk a CO kibocsátás csökkentését 55%-ig, és hát 20-50-re pedig a nullát. Éppen ma reggel olvastam, hogy a német kancellár bejelentette, hogy ők a körforgásos gazdaságnak az élharcosai szeretnének lenni. Egyébként itt az Európai Unióban azt gondolom, hogy így sokan nem értjük a folyamatokat, hogy mi merre is történik. Ez az elektromos autótól elkezdve nagyon sok gyártásnak az Európában való kivitelére is vonatkozik. Lehetséges, hogy Németország, amelyik eddig az autóiparnak a legnagyobb szereplője volt, most már nem az autóipar legnagyobb szereplője szeretne lenni, hanem a körforgásos gazdaságnak a legjelentősebb szereplője szeretne lenni, és ez majd egy olyan innovációs teret és platformot fog teremteni itt Európában, mint amilyet éppen most az autóipar teremt. Néhány évvel ezelőtt, hogyha azt mondta valaki, hogy én az autóiparba szállítok be bár akármit, kicsi műanyag bigyótól kezdve akármilyen fémhajlított akármig, akkor úgy mindenki így érezte, akkor te rendben vagy. Lehetséges, hogy most egyébként, mint az autóiparban nem pont így történnek a dolgok, de lehetséges az, hogy néhány év múlva, aki viszont ebben a körforgásos gazdaságban van jelen, körforgásos gazdaságban tud bármilyen megoldást szállítani, majd őrá fogunk majd úgy gondolni, akkor neked úgy oké az életed. Mivel is lehet, tehát milyen energia megtakarítási lehetőségek is vannak összességében? Hát azt gondolom, hogy kétféle módon lehet energiát megtakarítani. Az egyik az, hogy a felhasználást csökkentjük. Ez lehetséges egyébként hatékonyabb berendezésekkel, hatékonyabb gépekkel, lehetséges például, hogyha fűtésre gondolunk, akkor hőfokszabályzással. Ez a hőfokszabályzás, ez a komfortszintünkig elmehet, vagy akár a komfortszintünk alá is elmehet. Emlékszünk még a legszebb években a államigazgatásban, aztán volt az úgynevezett 18 fok szabály. Azért 18 fokban nem olyan vidámám dolgozni, ott azért többen hordtak pulóvert emlékeim szerint. Nem tudom, ki emlékszik még erre a saját, de azt hiszem az iskolákban is bevezették ezt az ominózus 18 fok szabályt. Szeretném érezni a feleségem tanárnő, ő központi fűtéses iskolában tanítanak, ott ez nem működött, ott nem volt ilyen szabályozás, ott az ablak volt, még mindig mai napig az ablak a szabályozó, borzasztó hallgatni egyébként, az ablak a szabályozó, igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt a központi fűtésben azért még van potenciál. Ki is vették egyébként a mindenhonnan pártunk és kormányunk, tehát ott nem kell energiamegtakarításra ösztönöznünk. Igen, tehát a hulladék energia visszanyerés, technológiai hideg vagy technológiai meleg. Például voltam egy életem
Debrecenben egyszer egy kozmetikai anyagokat gyártó cégnél. Az volt a modell, egy üstbe összekeverték, azt hiszem olyan nagyjából 80-90 fokon a cuccot, amikor úgy összeállt úgy, ahogy szerették volna, akkor átfolyó hideg vízzel leütötték, és 60 fokos vizet engedtek bele a csatornába, és csodálkozott az ember, hogy nem éri meg, ugye? Tehát, hogy azért érezzük, hogy honnan indultunk. 2017-ben, mint az elején mondtam, akkor még olyan olcsó volt az energia, hogy ki foglalkozott ezzel. Ma már talán egy picit jobban foglalkozunk vele. Oké, mit tudunk mi informatikai támogatással az energetikába segíteni? Egyrészt mérés, adatgyűjtés, közüzemi mérőkkel, egyéb szenzorokkal együtt, hogy lássuk azt, hogy a közüzemi mérőknek az adatai mit mutatnak, miért pont azt mutatják. Tudunk, ez lehet áram, lehet gáz, lehet gőz, lehet melegvíz, tehát gyakorlatilag minden energiaforrát meg lehet így mérni. Ezekből tudunk kiértékelni, tudunk jelentéseket készíteni, és hát tudunk ezeknek az adatok alapján automatizálni és vezérelni, és a következő néhány dián erre szeretnék majd egy pár példát hozni. Igen. Például felhasználás alapú világítás a hűtőházban. Most itt ezen a pár ponton, amit megvalósítottunk egyébként, úgy hívják a céget, hogy Kabafrost, itt nekik egy E-osztályú Mercedes csinálunk minden évben, és most megcsináljuk a következő raktárokat, két darab E-osztályú Mercedes csinálunk minden évben. Tehát ez nem tréfás dolog, nem vicces. Tehát itt ez viszonylag nagy mennyiségű energia. Itt az volt a probléma, hogy körülbelül -18-20 fok van, próbálkoztak ők optikai szenzorral, próbálkoztak ők mindennel, ráfogy a pára, nem lát semmit. És akkor hát lekapcsolt a villany, ember meg beragadt a hűtőházba, ugye Steven Seagal óta tudjuk, az úszverődbe ő is beragadt, nem, ott azt hiszem eléggé bedurvult a srác, tehát a komplett akciót meghiúsította, pedig nagyon ügyesek voltak a többiek, úgyhogy mi is több körön keresztül vigyázunk arra, hogy senki ne ragadjon be a hűtőházba. Vittünk oda egyébként látogatóba céget, hogy megnézze, hogy is működik ez a dolog, és feltett azt a kérdést, na és a kollégák hogy alkalmazkodtak az új rendszerhez, fogalmuk sincs, hogy működik. Szóval, hogy azt hiszem, ez egy viszonylag jó kritika volt. Végzünk hőterülés figyelést kemencében, itt is az a feladatunk, hogy kemencébe bevisznek dolgokat, kemencével kihoznak dolgokat, akkor lehűl a kemencének bizonyos része, és hogyha kemencének bizonyos része lehűlt, akkor nem kapja meg azt a hőmennyiséget, amivel egyébként ezek műanyag alkatrészek kitérhálósodjanak, ezért rengeteg selejtet termelnek. Mi pedig abba segítünk, hogy megmondjuk nekik azt, hogy mikor érkezett el az az idő, hogy ki lehet hozni a terméket. Itt foglalkozunk vezeték szigetelésnek a térhálósodásával, foglalkozunk flexkorongnak, a hordozóanyagának a térhálósodásával, de hát szívesen foglalkozunk egyébként agráriumban is hasonló témákkal. Napelem és áramfelhasználás vezérlés. Hát aki már ipari üzemben alkalmazott napelemet, az pontosan tudja, hogy körülbelül olyan a napelem által megtermelt áram 40%-át veszendőbe, úgynevezett vízvadba, tehát mivel nem lehet betermelni a hálózatba, vagy ha be lehet termelni, akkor mondjuk kilovattóránként 5 forintot kapunk érte, szóval akkor meg végül is mindegy is. Na minden esetre, szóval, hogy nagyon sok megy veszendőbe, többek között azért, mert nem 7/7 nap termelünk, többek között azért, mert a természetes energia felhasználás nem mindig alkalmazkodik ahhoz, hogy kisütött a nap, vagy éppen felhő van a nap előtt. Emiatt szükséges az, hogy ezeket az invertereket megszólítsuk, és ezekről az inverterekről összegyűjtött információk alapján berendezéseket vezéreljünk. Például most szóba került itt az előbb a trágya és a trágyával kapcsolatos vezérlés. Hát nekünk is van trágyafermentáló. Hát ott az történik, hogy a trágyából kevergetéssel, meg szellőztetéssel tulajdonképpen vizet kell veszteni egészen addig, ameddig egy ilyen porózus anyaggá nem válik. De igen ám, ez most úgy történik, hogy ventilátorokat kapcsolnak ki, meg ventilátorokat kapcsolnak be. Hát a szegény ventilátor nem tudja, hogy mikor süt a nap. Így kénytelenek vagyunk rárakni egy vezérlést, hogy akkor, amikor süt a nap, akkor sűrűbben kapcsoljon be ez a ventilátor, vagy ventilátorok. Amikor kicsit ritkább, amikor meg nem süt a nap, akkor meg kicsit ritkábban kapcsoljuk be ezeket a ventilátorokat, és így tulajdonképpen eltoljuk abba az irányba az energiafelhasználást, amikor van rendelkezésre álló energiafelhasználásunk, és hát akkor pedig fogyasztási völgyeket hozunk létre, köszönöm szépen, igen, már nem sok vátra, fogyasztási völgyeket hozunk létre, amikor pedig nincs nap. Lekötés figyelés.
és van még olyan többek között mezőgazdasági üzem is, amelyik nem foglalkozik azzal, hogy a gépei berendezései hogyan veszik fel az áramot, mennyi áramot vesz fel, és hogy lehetne ezt egy picit úgy optimalizálni, hogy az egész szerződését átdolgozza arra, hogy az áram felhasználásához igazítja. Hát ezen olyan 10-20%-ot lehet egyébként megtakarítani. Ilyenkor semmi nem változik, mindent pont úgy csinálunk, mint ahogy eddig, csak az áram lekötést alakítjuk úgy, hogy segítse, hogy ahhoz alkalmazkodjon, ahogy mi működünk. Igen, beszoktam tenni, általában amikor energetikáról van szó, ezt a könyvet ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ezt azért szoktam használni, ezt a diát, ugyanis egy alkalommal, amikor energetikáról beszéltem, akkor nagyon komoly ráutaló magatartást végzett a kolléga abba az irányba, hogy most már menjünk a gázórájához, és már ott a gázórájánról beszélgessünk arról, hogy mit lehet csinálni. Nekem 45 percig tartott, míg megértettem azt, hogy ő azt szeretné, hogy a gázóráját egy kicsit lassabb üzemre állítsam át. Sajnos ilyet nem tudok elvállalni. Neki is elmondtam, hogy sajnos ebben nem tudok közreműködni, de van tőlem egy független vállalkozó, akit ajánlok figyelmükbe, és akkor ő segít ebben a témában. Én másfajta energiamegtakarításban utazom, olyanban, amikor valóban történik fogyasztás csökkenés, vagy alkalmazkodunk a lekötésünkkel ahhoz, hogy is veszük igénybe az energiát. Egyetlen diák van hátra, 20% megy veszendőbb az energiából, 20%-ot lehet úgy megtakarítani, hogy nem vesszük észre. Ha ebből már 10%-ot megfogunk, az szerintem nem olyan rossz, ebben nagyon szívesen működök közre, és ebben nagyon szívesen segítek, és nagyon szépen köszönöm a Mártinak, hogy meghívott ide, és ezt mindezt elmondhattam. Köszönöm szépen. És van standom, ahol megoldásokat mutatok be, és nagyon szeretettel várok mindenkit, hogy ezt megmutassam élőben is. Köszönöm.